Digitális eszközök beszerzése, felkészülése a távolléti vagy hibrid oktatásra. Erre nyert pályázati forrást a Pécsi Egyetem. A beruházások jelenleg is folynak, összesen 150 millió forintból valósíthatják meg a felsőoktatási intézmény oktatási szolgáltatásának digitalizációját. Egy modern érintőképernyős kijelzőket szeretnénk beszerezni a különböző karrieri adótermekbe, amelyekkel nyilván a projektorokat váltanánk ki, de például hamarosan szállítják egy-két héten belül azokat a szemerákat, illetve azokat a modern Microsoft Surface gépeket, amelyekkel valóban a hibrid oktatást is meg tudjuk valósítani, ami hát nyilván azt jelenti, hogy az előadó teremben, illetve hát bárhol másutt az internet kapcsolat segítségével a hallgatók részt vehetnek előadásokon. A COVID-járvány is megmutatta, hogy milyen hasznos a digitális oktatási körülmények kialakítása, fejlesztése. Ez versenyelőnyt is jelent az intézménynek itthon és külföldön is. Most újabb pályázat benyújtására készülnek, ami újabb jelentős forrást nyújthat a digitális átálláshoz. Keretösszeg ez egy 5 milliárdos beruházás lesz, amely szintén a PTE teljes egészét fogja érinteni. Ennek kimunkálásán dolgozunk jelen pillanatban gőzerővel. Február elején kell beadni ezt az újabb pályázatot. A rektor helyettes elmondta azt is, hogy nem csak az egyetemen, hanem a hozzájuk tartozó köznevelési intézményekben, vagyis a gyakorló iskoláikban is tervezik a digitális átállás körülményeinek kialakítását.